Ha szeretnél menő PG-17-es termékeket venni, akkor nincs más dolgod, mint megkeresni a leírás legfeljebb sorát, rákattint a linkre, és már kedvedre válogathatsz is. Ha van egy kis időt, kérlek, kövess be az Insta és Facebook oldalamat, ugyanis itt mindig kapsz értesítést az újabb videókról, és hogyha bekövetsz, akkor minden 500. vagy 1000. betűm után fogok PG-17-es termékeket sorolni. Náló mindenkinek, sziasztok, srácként, de vagyok, és ígyünk egy következő videóban, hello. Jaj, de hangos vagyok. Minden remélem, hogy ennyire nem, annyira azért nem leszek csak hangos. Na, hello srácok, üdvítünk egy következő videóban, remélem, hogy már hiányzott egy jó Dani videó. Tegnap sem volt videó, ezért pocsi, igazából pár hiba miatt, de mindegy, most már, ma már van videó, szóval mindenkire, és az a videó után kezdődik a következő videó, majd a Dani Kalandok csatornámon, arról sem maradjatok le, ott találkozunk. Nos! Ja, még egy nagyon-nagyon fontos info, a Dani Minecraft nevű csatornámon most azért nincsen videó, mert majd szombaton kezdődik az első, ami egy skyblockos sorozat lesz, szóval szombattól kezdődően ott is majd lesz videó, szóval addig most nem lesz. Na de! Vágj be a dolgokba, most amivel csütörtök van, ilyenkor a házam mellett nyitva szokott tartani úgymond egy eléggé menő piac, szóval arra gondoltam, hogy most azt fogjuk meg látogatni, és megnézni, hogy vajon miket tudunk ott majd vásárolgatni, és lesz-e esetleg bármi olyan dolog, ami úgy felkelteni az érdeklődésünket, és ugye így tart velem kis, lassan már kistek többen köszöntök, mint nekem, szóval ja, de mindegy, nem baj, itt van kis, szia kis. Na, felveszünk gyorsan fakarot, ami elvileg, ja nálam van, oké, semmi probléma. Na, menjünk is akkor el gyorsan a piacra, megnézzük, hogy miket lehet ott venni, reméljük, hogy lesznek érdekes dolgok. Ó, mennyire sok ember van itt. Jó napot uraim! Hello! Itt van, mik vannak itt? Itt az első izé, menjünk szépen szerintem sorba, aztán meglátjuk. Ó, jött egy új piac eladós. Jó napot kívánok, eladó úr, jó napot! De mehetek körbenézni? Gondolom, hogy bemehetek körbenézni, nem probléma. Nos, persze fiam, rendben van. Itt egy töretetlenség 3-as könyv, ami nem is lenne nekünk rossz, meg itt egy csomó láda. Én szerintem 64 ládát, nem mondjuk annyira nagyon, az nagyon sok, 32 ládát veszek, meg ezt a töretetlenség 3-as könyvet lehet, hogy elviszem. Ez így mennyibe kerülne piac eladó úr? 2 arany lesz, a könyv esmaragd. Akkor 2, várjon, inkább belerakom a ládába szerintem, jó? Maradjunk annyiba, 2 arany és 1 smaragd. Jó, meg is vettük akkor király, mert ritka a könyv, köszönöm. Nincs mit, nos! Jó, következő, jó napot kívánok, falusi úr. Megnéztem, hogy mit árul esetleg, mert kíváncsi lennék. Gondolom, hogy megnéztem, persze szokásos. Nézzük is, mi van itt? Nano másodperc pontos óra. Wow, és mi van még itt? Super gyors Sonic csille. Mi van még itt? 100% éjség csillapító húsi. Falusi úr, ezek tényleg igaziak? Tehát, hogy nano másodperc óra. Ez 1 plusz 1 gratis. Az mit jelent? Nem tudom, hogy az mit jelent. Tegye vissza. Jó, várjon már, csak megnézem. Super gyors Sonic csille. Jó, én szerintem mindegyikből vennék egyet. 100% éjség csillapító húsi. Én szerintem vennék mindegyikből egyet. És kipróbálnám. Oké, és 6 dia. Jézus, ez nagyon-nagyon drága. Biztos, hogy megvegyük ezeket, srácok? Le akarom teszteni, hogy ezek még jó. Ezek brutál modern cuccok. Jó, hát kifizetjük. Megnézzük, hogy ezek mit tudnak. Nem tudom, hogy ezt pontosan mit tudnak, de... mi az? Jaj, egyet többet adtam? Jó, bocsánat akkor. Oké, köszönöm szépen. Jó, ezeket szerintem srácok, akkor gyors megnézzük. Hét adtál, jó, bocsi. Na, gyors hozogruk, megnézzük ezeket, hogy ezek mit tudnak, mert érdekelnek. Érdekelnek, eléggé durva cuccuknak tűnek, XD. Valaki nevetett. Nézzük akkor az elsőt szerintem, az nano másodperc óra, ez mit tud? Wuf, mit vettél? Vettem valami nano másodperc pontos órát, valami szuper gyors Sonic chillet, meg valami 100% éjségcsillapító húsit. Nem tudom, érdekes, de mindegy, megnézzük ezt a nano másodperc pontos órát. Ez nem tudom, ez igazából szerintem átverés. Hát nem tudom, ez nagyon úgy tűnik, hogy ez egy átlagos óra. Szuper gyors Sonic chille. Ez mit tud? Le se bírom rakni? Na várjátok, ezt le se bírom rakni sehova. Szerintem ez nem jó semmire, és mi ez a 100% éjségcsillapító húsi? Kis ezt letesztelette?
Mert igazából ezt a kettőt én teszteltem, meg akarod nézni? Hogy ez tényleg működik-e, hogy megeszed és akkor nem leszel már éhes elvileg. Na, edd meg. Edd meg, akkor odaadtam. Na? Na, kis bevált? Éhes vagy még? Vagy nem tudom. Vagy teljesen elvette izét? Fúj, agykaját, éhes lettem. Aha, értem. Szóval ezek átvertek minket. És én megbedöltem neki. Istenem, most ez komoly? Na jó, nem. Kérjük vissza a pénzt. Ez így nem ér. Tehát, hogy mi ez, hogy izé? Még ráadásul éheztet is. Na jó, menjünk szépen vissza szerintem. Beszéljünk el azzal a falusival. Falusi! Hova tűnt? Hova tűnt ez a falusi? Elment vécézni? Wow! Na jó, hát ne! Jaj! Falusi! Figyelj már ide, mit keres? A pénzemet, amivel fizettem, tudod? Mert eléggé durván átvertél engem. Ez egy átlagos óra, ez pedig egy átlagos sille. Az a hús meg egy átlagos hús volt, és 6 diát kértél érte? Nem vállok visszatérítést. De, hát átvertél engem, szóval kérném vissza a pénzemet? Falusi, mikrométernyi betűben le volt írva? Az igen. Istenem, most mit csináljunk? Most mit csináljunk, de komolyan mondom. Nézzük tovább a piacot, hagyjuk abba. Mi az? Hordj magaddal mikroszkópot. Hát gratulálni tudok, Istenem. Na jó, jó napot elődő úr. Jó napot kívánok, amint látja engem az előbb átvertek. Szóval remélem, hogy megvan valami normális árul és nem ilyen butaságokat. Hamisító. Wow. Hamisító cucc. Na várjátok, ez mire jó? Tőlem vette a srác. Tőled vette? Ezzel írta át a cuccoknak a nevét? Ezzel írta át a cuccoknak a nevét? Na várjátok, akkor mi lenne, hogyha mi is jelenek egy hasonló dolgot? Pontosan, jó. Itt mi van? Ja, várjon, igen, mennyivel tartozok akkor, pontosan, ha szabad kérdeznem. Mert akkor igazából szerintem ezt megvenném. Kettőt vettem ki, hogyha nem probléma. Mivel átverték, viheti. Ó, köszönöm, azért adok egy aranyat a biztonság kedvéért, hogy azért mégis csak ja. Na, mi ez? Ingyen köszönöm. Ó, én köszönöm. Eladó nyugodtan rendezze be, és 24 óra után fizet. Ó, jó, akkor én ezt szerintem berendezem. Igazából nekem csak ezek kellenek. Ja igen, piacvezető úr, kivenném akkor azt a standot szerintem, hogyha öntől kell. Igen, érdekelne? Igen, érdekelne az, igen. Mennyibe kerül? Mert nincsen túl sok pénzem, az előbb vertek át. És ja, akkor egy nap múlva fizessen. Ó, oké. Mennyibe kerül, ha szabad kérdeznem, azért az még úgy érdekel. Hogy mennyibe fog kerülni mégiscsak. Mert azért jó, hogyha azt tudom így előre. Addig ingyenesen próbaid. Ja, hogy jaj, 500 dia. Oké, akkor kipróbáljuk. Na. Srácok, szerintem van egy ötletem. Mi lenne, hogyha mi is kipróbálnánk ezt az átverősdit, de nem magunkkal, hanem majd a falusival? Mi lenne, hogyha vele vajon átpróbálnánk, megpróbálnánk ezt megoldani, és mondjuk az lenne a kardomnak a neve, hogy mindent eladsz egy órán belül kard. Mindent eladsz egy órán belül. Jó, legyen ez a neve. Berakom ide a chestembe, és igazából, hogyha jön esetleg érdekelni, szerinted elmenjek, fáradt vagyok. Váltok, hogyha el fog kezdeni itt sétálni, akkor majd egyből ordibálok neki, hogy izé, eléggé érdekes cuccot adok el. Jó, hol van? Aha, néződik, ahogy látom. Oké, ő is néződik talán a piacon. Ne akarsz tőlem semmit, te átverő senki. Senki mondja neki. Uram, nézze! Uram, jó napot! Én most nyitottam a piacomat, és érdekelne. Örülnék neki, hogyha átnézné, vagy megnézni, hogy mit lehet itt venni. Jó napot! Magad el valamit nekem? Nézze meg nyugodtan! Van benne egy nagyon-nagyon menő dolog, és szerintem érdekelné amúgy. Lehet, hogy érdekelné. Igen, az egy nagyon-nagyon menő kard, úristen. Hát igen, ez egy nagyon-nagyon durva kard, és szerintem, ez igazi? Ez igaz? Igen, az igaz. Az teljesen igaz, persze, pontosan. Jaj. Na, úristen, uram, kérem szépen, tegye le, amíg nem fizetett. Szóval, mennyi? Mennyi pénze van, uram, pontosan? Érdekelne akkor már, hogy mennyi pénzt szánna esetleg rá, meg ilyenek. 260 india blokk.
pont annyi az ára. Szóval, ja, pontosan annyi az ára, ezt pontosan eltalálta. De hogyha jól csinálja, ezzel a karddal akár 10 millió diablokat is el tud adni. Drága, alkudni tudok? Nem, sajnálom. Az a gond, hogy ezzel 10 millió blokkot is akár el tudna adni, vagy vagy mi az, 10 millió diablokot is tud vele keresni, szóval muszáj ennyire drágán adni. És tényleg. És odaadta. Jézusom. Jézusom. Igen, igen. Nyugodtan próbálja ki, szerintem menjen is. Menjen is, és próbálja ki, legyen áldott. Nincs mit, uram. Na jó, a piac nem kell, megtarthatja. Ja, Istenem. Istenem, mennyire. Úrom, atyám, na jó. Rendben, sajnálom. Jaj, srácok, sikerült eladni. Sikerült eladni, kiégek, és visszaszereztem az összes cuccomat. Találtok, hogy kis tót hagytam azért, szerintem gyors visszamegyek. Mégis azért kis legyen nálunk. Hé, tessék venni. És ott vannak a falusik, és senki nem vesz tőle. Na, látok, hol van kis? Laci. Laci. Hol van kis már megint, srácok? Nem hiszem el, hova tűnt kis? Varázskardom lett. Jaj, szegény. Jaj, szegény, hogy elhiszi amúgy, de tényleg. Béna vagy. Hát, srácok, Jaj, Istenem. Szerintem elég jókosan megoldottuk, viszont kis megint eltűnt. Vagy hol van kis? Kis most megint hova ment? Te ott. Jajaj, jön ide. Na mi az? Na mi az? Szép napot, falusi úr. Na mi van? Mi a probléma? Mi a problémája? Mi az? Nem megy, átvertél. Hát... Nem tudom, igazából egy garanciát nem vállok, meg pénz visszafizetést, tudod, visszatérítést. Nem vállok sajnos, hát igen, tudod, amit adtál, azt kaptad vissza. Hova volt kiírva? Oda volt írva ám, csak mikroszkópikus mérettel, ahogy te mondtad. Tudod, ki volt odám írva? Miért nem hozol mikroszkópot? Na mondjad. Haha. Jó, Istenem, csórófalusi. Még én sajnálom. Megnézem az 1000-szeres mikroszkópommal. Az mondta, hogy... Vagy ti... Milyen 100-szeres? Az mondta, hogy az 10... 100 milliós... 100 milliószoros izékel. Ja, az is átverés volt. Buta. Csóró falusi. Jó, Istenem. Na jó van. Meg kell keresni ki is, mert amúgy én nem akarok el izé... Menjen el magának. Jó van, csak megkeresem a kutyámat, mert meg kéne találnom. Mert nem tudom, hogy merre van. Átkot oda. Jó van, átkot inkább rád. Na, hol a kutyám? Hol a kutyám? Miért tűnik el mindig a kutyám? Vagy hol van? Miért van az, hogy izé mindig elmegy meg ilyenek? Istenem, itt van. Hol? Hol? Én nem látom. Ott van a ház mögött, vagy mi? Megyek, 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 megyek. Itt van? Tényleg itt van? Halleluja! Na jól van, srácok! Jó, szerencsére meg lett kis amúgy így a végén. Szóval srácok, köszönjük, hogy itt voltok velem ebben a videóban, hogyha tetszett, dobd egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és minden is találkozunk legközelebb, és ja, és ne felejtsd el, ez a videó után kezdődik a Dani kalandos videóm. Szóval ott találkozunk, és ilyen szombaton lesz majd Skyblock sorozat, majd arra készüljetek fel. Szóval ennyit, találkozunk a közepén, és én Dani voltam, és sziasztok!